Mindenki Akadémiája színpadán ma este Lángorsolya régész. Üdvözlöm Önöket, Lángorsolya vagyok, régész, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának igazgatója. A római kor már gyerekként is érdekelte, és mióta az eszét tudja, régész szeretett volna lenni az Aquincumi Múzeum igazgatója, Lángorsolya. Minden gyerek általában ezt szoktam mondani, illetve minden felnőtt ezt szoktak később mondani, hogy amikor gyerek volt, ő is régész szeretett volna lenni. Tizenévesen Líbiában élt néhány esztendeig az édesapja munkájának köszönhetően. Az ottani romok és történelmi emlékhelyek nagy hatással voltak rá. Én olyan negyedik, ötödikes fejjel, pont abban az időszakban, amikor a történelemben először ugye ismerkedik az ember gyereke, akkor belekerültem egy ilyen millióbe, ahol fantasztikusan jó állapotban, a sivatagban, illetve a sivatag szélén voltak romvárosok, ahol én gyakorlatilag bármikor kimehettem és megnézhettem, és ez engem teljesen lenyűgözött. Bár római kori emlékekben Budapest is bővelkedik, gyerekként sajnálta, hogy haza kellett költözniük az észak-afrikai országból. Én nagyon szerettem ott lakni, imádtam a klímáját, mindent imádtam, úgyhogy én nagyon nem örültem neki, amikor aztán végül haza kellett térni. Különösen azért nem, mert hozzászoktam a meleg, kellemes időjáráshoz, és amikor az ember hazajött a télbe, hát nem volt igazán túl jó a dolog, és nehéz volt egy kicsit visszailleszkedni, az kétségtelen tény. Az Aquincumi Múzeumban már több évtizede vezető pozícióban dolgozik, ám a régészeti terepmunkákból a mai napig szereti kivenni a részét. Én nagyon figyelek arra és törekszem arra, hogy például az ásatásoktól ne szakadjak el, tehát adminisztratív teendők ide vagy oda, azért én igyekszem terepen lenni és igyekszem ásatást vezetni, még akkor is, hogyha ez nagyon sok extra feladattal, plusz időráfordítással vagy rohangálással jár. Az Aquincumi Múzeum területén egyébként sokszor a látogatók is nyomon követhetnek bizonyos ásatásokat. Íme itt a magyar Pompej. Ferenc Károly főherceg szavai ezek, így méltatta Aquincum romjait a 19. század második felében. És amikor Aquincumra gondolunk, vagy Aquincumról szó van, akkor mindenkinek csak némi rom és egy múzeumépület jut eszébe. Én most azon leszek, hogy bemutassam önöknek, miből is állt valójában ez az antik városegyüttes, és milyen igazi élet folyt itt valójában. Az egykori római birodalom több millió négyzetkilométeren terült el, míg a mai Óbuda területén található katonai település, Aquincum, csupán néhány hektáros terület lehetett. Mégis a mai napig bukkannak elő újabb és újabb leletek a romok alól. A romkert területén, bármennyire is furcsán hangzik a dolog, mind a mai napig kerülnek elő új adatok és új leletek, ha lehet így fogalmazni. Nem feltétlenül azért, mert új feltárásokat végzünk a területen, hanem azért, mert elővesszük a régi ásatások dokumentációját, régi ásatások leleteit, és ezeket az új módszerek és az új lehetőségeknek megfelelően újraértékelünk, és ezekből nagyon sokszor vadonatúj információk derülhetnek ki egy-egy épület funkciójára, korszakára, használatára vonatkozóan. A régészek által feltárt tárgyak, emlékek bemutatása folyamatos kreativitást igényel. Lengyelné Kuruc Katalin, közönségkapcsolati vezető meséli, hogy milyen módszerekkel teszik érdekessé a látogatók számára a történelmi jelentőségű tárgyakat. Pusztán a tárgy látványa sokszor azért nem kielégítő. Tehát a tárgyhoz hozzá kell rendelni történeteket, hozzá kell rendelni az eszköz kihasználásának vagy felhasználásának a módját, ennek a bemutatását. És mi ezeken a programokon, rendezvényeken, múzeumi órákon, de akár a nyugdíjas klubokon, vagy a felnőtteknek szóló szakkörökön is működésében, használatában mutatjuk be ezeket a tárgyakat. Lángorsolya azt mondja, a római kori városok kialakítása időtálló, és az alapvető ókori városépítészeti elvek a mai modern városokban is felfedezhetők. A római kori városok szerkezete, struktúrája, infrastruktúrája az nagyon sok esetben nagyon szépen követhető mind a mai napig. Ugye el szoktuk mondani azt, hogy például az aquincumi polgárváros esetében kitűzték az utcahálózatot, hogyan építették ki a csatornahálózatot, hogyan szabadultak meg a szennyvíztől, hogy történt a vízvezetéknek a kiépítése. Tehát csupa olyan dolog, ami igazából alapjául szolgált ugye az európai későbbi kultúrák városépítészetének is. A Mindenki Akadémiája színpadán Lángorsolya régész és témája az Aquincumi polgárváros története.
Aquincum. Amikor erről a településről beszélünk, akkor többnyire néhány fal, kőből álló falmaradvány, vagy esetleg a múzeumépület jut eszünkbe, de még mielőtt belemélyednénk abba, hogy milyen is volt a város valójában, érdemes egy kis kitekintést tennünk. Ugye Pannoniáról, mint provinciáról azért általában mindenki hallott. Tudjuk, hogy a Római Birodalom egyik legfontosabb provinciáról volt szó, amelyet északról és keletről a Duna határolt, vagyis a Kárpát-medence nyugati része volt része a Római Birodalomnak. Tulajdonképpen a Krisztus utáni első század közepétől kezdve találjuk meg itt Budapest környékén is már a rómaiakat, és a provincia kialakulása, fejlődése oda vezetett, hogy Krisztus után 106-ban már ketté is választották Pannonia provinciát, alsó és felső Pannoniává. A határ a Balatonnál húzódott, észak-déli irányban nagyjából, hogyha durván fogalmazunk, és két provincia székhely is lett a két Pannonia területén. Felső Pannonia központja Carnuntum, ez ma Ausztriában található, még alsó Pannonia fővárosa Aquincum lett, ez tulajdonképpen a mai Buda, Óbuda területe. Hoztam is egy képet arról, hogy hogyan kell Budapest római kori topográfiáját elképzelnünk. Azt látjuk, hogyha végignézzük, hogy tulajdonképpen Budapest mai budai oldalának a közigazgatási határán belül Békásmegyertől Nagytéténig szinte folyamatosan találunk római település maradványokat. Ezek kisebbek vagy nagyobbak. A központ, az természetesen, hogy az előbb is említettem, Óbuda területén volt. Itt több település részről is beszélhetünk, hiszen gyakorlatilag arról van szó, hogy volt egy magja az egész településnek, ez a mai Flórián tér és környékén kialakult katonai tábor, körülötte kialakult az úgynevezett katonaváros, a katonák hozzátartozói, iparosok, kereskedők és nagyon-nagyon sok hivatalnok, hiszen egy provincia működtetéséhez komoly nagy bürokráciára volt szükség, és mindössze 2 kilométerre északra alakult ki az úgynevezett polgárváros, amelynek a romjait ma is láthatjuk, és ahol az Aquincumi Múzeum is található. Ez a három település rész alkotja tulajdonképpen a magját a provincia székhelynek, ahol a virágkorban, ez a II.-III. század, körülbelül 50-60 ezer lakos élhetett, ami egy elég szép szám, egy elég komoly nagyvárosi együttesnek a létszáma. A képeket, amelyeket hoztam, láthatjuk is ezeknek a település részeknek az elrendeződését, és most ezen belül a polgárvárosról fogok önöknek mesélni. Az a település rész, amiről itt szó van, vagyis a polgárvárosi település rész, az elsők közé tartozik, amelyek feltárásra kerültek. Íme itt a magyar Pompej, mondta Ferenc Károly főherceg, amikor ide érkezett a 19. században. Ő ugye Ferenc József császár édesapja volt, akit egy protokollátogatásra hoztak el megnézni az aquincumi romokat. Akkor azért még a feltárások eléggé gyerekcipőben jártak. Majd aztán néhány évtizeddel később Rudolf trónörökös ismét ellátogatott Magyarországra, és itt meglátogatta Aquincumot is. Tehát azt kell mondanunk, hogy két koronás fő, vagy közel főhercegi rangban lévő fő látogatta meg Aquincumot, ami egy igazi VIP turizmust indított el, hiszen ez azt jelentette, hogy innentől kezdve sik lett kilátogatni, megnézni a romokat, és a feltárások, amelyek szintén a 19. század második felében indultak, egyre több és több épületet hoztak felszínre, amely így lehetővé tett komoly kirándulások, séták megszervezését is. Amit igazából nagyon jól dokumentálnak azok a fotók és korabeli újság hírek, amelyek az Aquincumról szólnak. Itt jó pár fotót hoztam, amelyeken ezt nagyon szépen lehet követni. Igazi kedvelt kiránduló helyé vált Aquincum, hiszen ekkor még azért egy kicsit városszéli környezetről van szó, de már működött a hév, működött az esztergomi vasút, tehát könnyen el lehetett ide jutni. Úgyhogy a családok, elsősorban a polgári középosztály családtagjai számára igazán sik lett hétvégi piknikeket Aquincumban rendezni. De nem csak az átlag embereket vonzotta Aquincum, hanem azért nagyon sokszor a művészeket is. Gondoljunk itt például Kafka Margitra, vagy Tóth Árpádra, aki verset, illetve novellát szentelt Aquincumnak, vagy például Feszti Árpádot, aki festményen is megörökítette Aquincumot, és hát lehet látni, hogy azért igazán komoly társadalmi élet zajlott Aquincumban, irodalmi esteket rendeztek, irodalmi eseményeket rendeztek, és hát nagyon sok baráti társaságnak is kedvenc kiránduló helyévé vált. Ez a fejlődés, ez a dinamikus fejlődés, ami a romok feltárásával együtt járt, ez folytatódott tovább egészen a II. Világháborúig, amikor is sajnos elég komoly pusztítások és bombatalálatok érték a múzeumot, de szerencsére elég hamar kiheverte a múzeum ezeket a pusztításokat, csapásokat, és az 50-es, 60-as évektől kezdve ismét egy boomon ment keresztül Aquincum, folytatódtak a feltárások, egyre több romot állítottak helyre, és a 60-as évek közepétől nyerte el azt a képét a romterület, ahogy ma is ismerjük Aquincumot, néhány védőépülettel, illetve romemlékkel, és hát a 20. század végétől kezdődött
az a folyamat, amelynek most az eredményeképpen már egy igazi komplex régészeti parkról beszélhetünk, hiszen egy római épületnek a modellje is elkészült, már sokkal könnyebb elképzelnünk, hogy hogyan éltek a rómaiak ebben a városban, illetve számos más egyéb turisztikai attrakció is kapcsolódott hozzá. Ha egy kicsit bele szeretnénk menni abba, hogy milyen is a város története, hogyan kezdődött az egész városnak a sztoria, a története, akkor elmondhatjuk róla, magáról a polgárvárosról, hogy egy falakkal körülvett, közel négyszög alakú településről van szó, amelynek közel 25 hektár a területe, tehát egy meglehetősen nagy alapterületű városról van szó. Fénykorában 10-15 ezer fő közé tehetjük a lakosság számot, és amelynek a legkorábbi település maradványai még az első század utolsó évtizedeire keltezhetők, majd innentől kezdve egy folyamatos városfejlődésen ment keresztül a település, erről majd úgyis részletesen beszélni fogok, egészen a harmadik század végéig, amikor viszont elkezdődött a település szisztematikus, folyamatos és szép fokozatos lassú elhagyása. A nagy szerencsénk ezzel a várossal, nagyon sok más római településsel szemben, például akár a belső Óbudán található katonai tábor vagy katonai várossal szemben az, hogy később semmilyen más korszak nem használta újra ezeket a romokat. Sem a középkorban, sem pedig az újkorban nem telepedtek rá. Tehát ebből az következik, hogy Közép-Európa legnagyobb összefüggő római kori város maradványát tárhattuk fel, és ez a mai napig gyakorlatilag látogatható. Ez a feltárás sorozat, amiről itt már többször említést tettem, közel 120 éve folyik. Mind a mai napig találunk új adatokat, találunk új leleteket, és egészen más információkat tudunk a városról szerezni, mint akár 10, 20 vagy 50 évvel ezelőtt. De kezdjük rögtön a legelején a városról. Mi volt itt Aquincum területén a legelső időszakban? Említettem, hogy a Krisztus utáni első század utolsó évtizedeiben indult itt meg az élet, egy kis falu formájában. Ez azt jelenti, hogy a város fő kelet-nyugati útvonala mentén félig földbe mélyített veremházak, szemétgödrök, kisebb település együttes részek jelzik azt, hogy bizony itt már a legkorábbi időszakban is megtelepedtek, és az innen előkerült tárgyak, üvegpoharak, alapvetően a római életre utaló tárgyak, mécsesek már azt jelzik, hogy ugyan még nagyon kelta hagyományú épületek, hiszen ezek a földbe mélyített házak alapvetően a benszülött kelta lakossághoz köthetők, de már római tárgyakat használó romanizált közösség lakta ezt a falut. A falu létrejöttében alapvetően az volt a fő szempont vagy a szerep, hogy ide telepítették azt a katonai tábort, amiről az előbb már említést tettem, a Flórián tér környékére, és ez hívta életre ezt a falut ennek a fő közlekedési útvonalnak a mentén, amely útvonal egyébként nem más, mint a mai esztergomi vasútvonalnak a vonala tulajdonképpen, vagy ennek a nyomvonala, ez követi tulajdonképpen az egykori római települést. Hogyha egy kicsit tovább lépünk a második század elejére, akkor azt tapasztaljuk, hogy viszonylag gyorsan kezdett fejlődni a település. Ugye említettem, hogy 106-tól kezdve Aquincum provincia székhelyként működik, és ugyan a polgárvárosnak egy picit marginálisabb szerepe volt abból a szempontból, hogy nem itt székelt a helytartó, nem itt volt a katonai központ, de kiszolgált katonák, tehát veteránok, iparosok, kereskedők költöztek ide, és mivel a város fokozatosan fejlődött, eltűntek a veremházak, egyre több lett a kőből épült ház, kitűzték az utcahálózatot, ez nagyon fontos, a római városok jelentős része kitűzött utcahálózattal rendelkezik, elkészült a vízvezeték, elkészültek a csatornák, tehát igazából közművesítve lett a település, elkészültek a város négy oldalról körbefogó védművek, városfalak, itt főleg Trajanus és Hadrianus császár uralkodás ideje végbe ment változásokra kell gondolni. Egy nagyon-nagyon rapid és gyors városfejlődésnek a jeleit látjuk. Az egyik legfontosabb középület, épület együttes, amely minden római városban megtalálható volt, az a fórum. A fórum a két fő útvonal, az észak-dél és a kelet-nyugati főútvonal kereszteződésében épült ki. Itt hoztam is egy makettet, közelebbről is tanulmányozni lehet, hogy hogyan néz ki egy fórum épület együttes. Áll egy nagy lekövezett térből, amely a gyűlések, hivatalos rendeletek kihirdetésének a helye. Áll természetesen, tartozik hozzá egy templom, hiszen itt tisztelik a római birodalom három fő istenségét, Jupitert, Junót és Minervát, illetve később a császárkultusz színhelye is lesz. Ez az a fő szakrális központja a városnak, amely minden római városnál, így a polgárvárosnál is megtalálható, illetve további hivatali helységek, a városi tanács székhelye úgy szintén itt található, tehát a város adminisztratív központja ezen a helyen található. Egy rekonstrukciós rajzon ezt szépen
ebben lehet is szemléltetni. Említettem, hogy elkészültek az utcák, a legfontosabb főútvonalak, de a mellékútvonalak is kijelölésre és kiépülésre kerültek. Aquincumban mind a mai napig sétálhatunk ezeken a közel 2000 éves utcákon, amelyeken nagyon sok helyen még eredeti helyükön találhatók a mészkőlap, burkolati elemek, illetve minden útnál megtalálhatjuk az utak alatt futó fő csatornákat is. Néhány esetben pedig még kerékvető sorokat is elhelyeztek, hogy a járdát, vagyis a gyalogosok területét el tudják választani a kocsi közlekedéstől. Nagyon sok lakóépületet ismerünk Aquincumból. Ezek a lakóépületek többfélék lehetnek. Elsősorban az úgynevezett hosszúházas típus jellemző Aquincumra. Egyébként is a nyugat-európai provinciákban ez a praktikus, hiszen az időjárási okokból a nyitott belső udvarral rendelkező, inkább mediterrán háztípusból kevesebb van, de majd mutatni fogok arra is példát. Ilyen típusú hosszú házak jellegzetességei, hogy az utca felé rövidebb oldalukkal nyílnak. Ezeken a részeken, tehát az utca felelső traktusokban többnyire boltok, műhelyek találhatók, míg a hátsó részen pedig a tulajdonos lakórésze, illetve nagyon sokszor egy kis hátsó udvar, hátsó kert is csatlakozott hozzá. Ilyen épület egyébként Aquincumban ma bejárható és meglátogatható, az úgynevezett festőház, amelynek helyén egy nagyon hasonló ilyen hosszú ház volt megtalálható, de sajnos a II. Világháborúban elpusztult. Ennek a helyére építettünk fel egy ilyen háznak a modelljét, amely belső berendezésével, belső díszítéseivel, falfestményeivel tökéletesen visszaadja egy ilyen kvázi középosztálybeli római lakóháznak a képét. Természetesen más típusú lakóházakat is találunk Aquincumban. Említettem, hogy a mediterrán építészet azért kevésbé hagyott nyomot, egyfelől azért, mert említettem, hogy nem volt túl praktikus ilyen épületeket emelni, másrészt viszont rendkívül költséges volt ilyen házakat fenntartani, nem beszélve arról, hogy nagyon kicsi volt a hely. Ugye a városon belül említettem, hogy már a II. Században kitűzik az utcahálózatot, csak azon belüli parcellákban lehetett gondolkodni, tehát túl sok hely nem volt a terjeszkedésre. Ilyen típusú nagy belső udvarral rendelkező, gazdagon díszített, esetleg szökőkúttal, belső díszkerttel bíró épület azért igazán luxus számba ment, de erre is van példánk a polgárvárosból. Aztán nagyon fontos megemlítenünk, hogy ezekhez a lakóépületekhez említettem, hogy különböző ipari tevékenységek is tartoznak, ezeknek a nyomai is szép számmal kerülnek elő a városból, például fém megmunkálásra utaló nyomokat, üveg megmunkálásra utaló nyomokat találunk, vagy épp most legutóbb, néhány évvel ezelőtt egy tímárműhely maradványaira bukkantunk, egy olyan épületben, amelyben egyébként már több ásatás is zajlott a 19. században, de akkor még nem ismerték föl ennek a műhelynek az alkatrészeit és hozzátartozó leleteit. Ilyen típusú tímárműhelynek a maradványai vagy emlékei, például a rengeteg lenyúzott bőrben benne maradt állatcsont, különböző áztatóvermek, egyéb más felszereléshez tartozó elemek, mint például a tüzelőhelyek, préslapok, amelyek mind-mind erre utalnak. Nagyon sok analógiát, egyébként néprajzi analógiát is ismerünk ebből a szempontból. És hát az ipari és kereskedelmi tevékenységnek nagyon fontos része ugye a piac. Aquincumban is van piacépület, az úgynevezett macellum, ugye ez latinul a húspiacnak felelne meg. Középen kis kereképületben őrizték az mértékadó súlyokat, mértékegységeket, és körülötte pedig egy udvar körül helyezkedtek el a kis bolthelységek. Az ipar és a kereskedelem mellett nagyon fontos megemlíteni, hogy milyen vallási jellegű épületek, milyen vallási élet zajlott Aquincumban. Ugye a Fórum Szentéről már említést tettem az előbbiekben, ahol ugye a római államvallás isteneit imádták, de emellett számos más kisebb templom és szentének a maradványai is feltárhatók voltak Aquincumban. Ilyen például Fortuna Augusta istennő kis nyitott szentélye, amelynek a feltárására még a 19. században került sor. Ez a szabadtéren álló kis szentélyhez egy kis szentélyépület, illetve egy szoborbázis tartozott, és hát szerencsés módon feliratos oltárkövek is maradtak ránk, amelyek el is mesélik Fortuna Augusta istennő nevét, tehát említést is tesznek róla. Ez azt jelenti, hogy könnyen azonosítható volt a feltárások során. Ezen túlmenően más istenek szentélyeit is megtaláljuk Aquincumban, ilyen például Mitrász isten szentélye. Mitrász rendkívül népszerű istenség volt a római korban. Egy megváltó típusú vallás, jó és rossz, sötétség és világosság ellentétpárjára épülő vallásról van szó, amelynek annak ellenére, hogy nagyon népszerű volt a római birodalomban, és Aquincumban is több szentélye ismert, nem sokat tudunk. Ennek az az oka, hogy egy titkos beavatáson keresztül juthattak be a hívek
magába, ebbe a kultuszba, és ezeknek nem sok írásos forrása maradt. Tárgyak azonban igen, nagyon sokszor kerülnek elő szobrászati emlékek, oltárkövek, amelyek mind egyértelműen utalnak a vallás jelenlétére, és maga az épület is nagyon tipikus, egy háromhajós kisméretű templomról van szó, tehát a feltárások során relatíve jól és könnyen felismerhető. Ahogy említettem, Akvinkumban is több ilyen mitrász szentély található. Ezeknek a belső elrendezése, építészete viszonylag jól ismert, hiszen a birodalom más területéről is ismerünk mitrász szentélyeket. A polgárvárosból két ilyen mitrász szentély ismert, az úgynevezett Symphorus Mitreum és az úgynevezett Victorinus Mitreum. Mind a két esetben ismerjük az építtető nevét. Victorinus esetében egy olyan úriemberről van szó, aki egyébként a város legmagasabb beosztású köztisztviselőinek egyike, polgármesterként is funkcionált, illetve más különböző fontos hivatalokat töltött be a városi tanácsban, és saját költségén építetett egy mitrász szentélyt, amelyet nem csak ő és családja, hanem a városban még élő hívek úgy szintén látogathattak. Nevét szintén feliratos oltárkövek őrizték meg számunkra. Most természetesen a vallási élet mellett nagyon fontos elem még a városnak az infrastruktúrája, hogyan látták el egyáltalán a várost például ivóvízzel. A városba a víz vízvezetéken érkezett, hogyha valaki ismerős a Szentendrei út környékén, láthatja azt a boltíves vízvezeték sort, ami a Szentendrei út két sávja között érkezik. A római strand területéről eredt egyébként ez a vízvezeték, az ottani kis forrásokat foglalták be kis kútházakba, és onnan levélerezett szerűen jutott aztán a víz a vízvezetékbe, és ez látta egyrészt a polgárváros épületeit, másrészt viszont tovább haladva a katonai tábor egyes létesítményeit, fürdőit és magának a katonavárosnak is néhány épületét. Ez a vízvezeték szintén a második században épült, és nagyon sokáig, több száz éven keresztül használta utána még a római lakóközösség. A római uralom végén azonban már nem gondozták, nem tartották karban a vízvezetéket, úgyhogy szép fokozatosan kikerült a használatból, romjai azonban még évszázadokig tájképi elemek maradtak. Ez a vízvezeték, tehát a polgárváros látta el vízzel, elsősorban közfürdőket, nagyon ritka esetben magánházakba is bevezették a vizet, de mivel ezért a vízért ugyanúgy fizetni kellett, mint manapság, volt vízóra, ugyanúgy mérték az elhasznált vizet, úgyhogy nagyon kevesen engedhették meg maguknak, hogy fürdőépület építsenek, vagy fürdőszobát építsenek a saját házukhoz. Fürdőkből azonban számtalan volt Akvinkumban, nagyon sok közfürdőépületet ismerünk, amelyek a város minden lakosát ki tudták szolgálni, minden lakosságnak igényét ki tudták szolgálni. Egy-egy ilyen fürdőépület nem csak konkrétan a tisztálkodásról szólt, hanem nagyon sok egyéb különböző tevékenységet is lehetett itt űzni. Volt itt szó sportolásról, masszázsról, lehetett étkezni, volt könyvtár, tehát egy igazi kis wellness központként kell felfognunk egy-egy ilyen fürdőépületet. Hogyan szórakoztak a városi lakók? Hát elsősorban az amfiteátrumokban. Pannonia és ezen belül Akvinkum a latin kultúrájú provinciák és latin kultúrájú települések közé tartozik, tehát nálunk elsősorban a katonaság által is preferált szórakozás típusokat találjuk meg, jelen esetben az amfiteátrumokat, mint régészeti leleteket. Akvinkumban két amfiteátrum is megtalálható, az egyik a katonavároshoz, a másik pedig a polgárvároshoz tartozott. A polgárvárosi egy kicsit kisebb, itt mindössze 6000 fő élvezhette a játékokat, míg a katonavárosi amfiteátrum, ami a Nagyszombat utcában található, itt 12 000 ember is élvezhette a játékokat. Kevesen tudják, de a Nagyszombat utcai amfiteátrum arénája nagyobb, mint a Kolosseumé, ilyen szempontból a legnagyobb arénájú amfiteátrum a római birodalomban. Az amfiteátrumokban nem csak gladiátorjátékokat űztek, hanem adott esetben állatviadalokat, ugye rendkívül népszerűek voltak szintén ezek is a római birodalomban, de a feltárások során számos játékkorongot találunk, amely azt jelzi, hogy a rómaiak nagyon lelkes táblajátékosok voltak, hiszen a malomjátéknak az ősét szintén a rómaiak használták először, illetve a sakkhoz nagyon hasonló táblás játékokat úgy szintén megtalálunk itt. És hát a végezetül néhány szóval arról, hogy mi történt a városi lakosokkal haláluk után, hát természetesen a várost körülvevő temetőkbe kerültek. Nagyon sok temetőt ismerünk a polgárváros területéről, északra, délre, keletre és nyugatra is különböző időszakokban használt temetőket találunk, amelyekből több százra, sőt bizonyos temetőrészekben már több ezerre rúg a feltárt sírok száma. Ezek vagy hamvasztásosak, vagy pedig hagyományosan koporsóba helyezett temetkezések. És hát mi történt a várossal?
Hogyan lett vége a polgárváros történetének? Ugye az elején utaltam arra, hogy a harmadik század végén egy lassú elnéptelenedés történik. Ez gyakorlatilag azzal függ össze, hogy a város védműveit a harmadik században már nem használják, nagyon sokszor visszabontják, a település kívül terjeszkedik a város egykori falain, betemetik a vizes árkokat, ráépülnek a falak, és így aztán, amikor a harmadik század közepén a Duna másik oldaláról ismét barbár támadások érik a birodalmat, hát nagyon sokszor védtelenül éri a település egy ilyen barbár támadás, tehát biztonsági okokból is egyre többen kezdenek elköltözni innen, és egyre többen inkább délfele a tábor és a katonaváros biztonságosabbnak vélt területére költöznek. A másik oka az elnéptelenedésnek az, hogy gazdaságilag sem túlságosan prosperáló már ez a terület, hiszen az igazán fizetőképes kereslet, a katonaság, vagy a magasabb hivatalnoki réteg szintén délfelé, hogy a táborban és a katonavárosban él. Tehát a polgárváros területe már gazdaságilag sem igazán vonzó környék. Ez azt jelenti, hogy a harmadik század végén fokozatosan elhagyják a lakói a települést. A feltárásokon eredeti állapotában találjuk meg az összedőlt épületmaradványokat, tetőmaradványokat, tehát tulajdonképpen úgy, ahogy a harmadik század végén ezt elhagyó lakók tulajdonképpen számunkra ott hagyták. Nagyon sokszor sírokat is találunk, amelyek a felhagyott épületek közé kerültek, hiszen a felhagyott épületeket már sírkertként, temetkezési helyként használták a lakói. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a polgárvárost közel 300 évig lakták a lakói, és utána szép fokozatosan vándoroltak el, számunkra pedig egy nagyon jól kutatható valódi időkapszulát hagytak. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon érdekesnek tartottam meg a történelmét is, a kialakulását is, fejlődését is. A viszonylag száraz témát szerintem nagyon színesen adta elő az előadó hölgy, és valójában tényleg az ember bele tudta magát élni abba a korba. Most már másképp fogok nézni minden egyes romra, minden egyes épületre, nem beszélve a Flórián térre. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Ságvári Bence szociológus érkezik, és elmagyarázza, miért lesz egyre fontosabb szerepe az adatoknak és a hozzájuk kapcsolódó algoritmusoknak az életünkben.